Miért ne kezdjük el január 1-én az új életünket, bár én ezt nem javaslom, mert sose szokott beválni. Régóta tervezgettem azt, hogy megvalósítok különböző projekteket, rengeteg ötletem van, sok jegyzetet készítettem, és ezek a jegyzetek, ezek úgy szépen lapulgatnak a tömbben, és néha előveszem őket, néha kozmetikázom őket, és valamelyik néha elindul a maga útján. Úgy döntöttem tavaly évközben, hogy nagyon sűrű az évem, ezért hagyom, hogy ezek a programok kifussanak, amik éppen zajlottak körülöttem, és január 1-én húzok egy olyan határt, amelyben nem teszek fogadalmat sem magamnak, sem másnak is, hogy mit fogok csinálni, hanem egyszerűen elkezdem a különböző projekteket megvalósítani. Egyikre sem vagyok kész, egyik sincs olyan állapotban, és időm sincs arra, hogy tökéletesen megcsináljam, de ezt már megtanultam az életben, hogy nem kell várni a tökéletes pillanatot, hanem egyszerűen el kell indulni, és folytatni kell, majd élvezni kell az életben azt, amit elindítottunk. Az első dolog, hogy elkezdek videójegyzeteket készíteni. Elsősorban magam számára, de ez egyfajta hangos gondolkodás, amelyben hagyom, hogy betekintést nyerjen bárki más, és olyannyira hagyom, hogy publikálom ezeket, mint egyfajta vlogot, egy vlog sorozatot. Nem mindegy, hogy hogyan kezdjük az évet. Nem arról van szó, hogy mit kell csináljunk, vagy milyen fogadalmakat fogunk tenni, hanem arról, hogy ha már vannak terveink, akkor értsük meg, hogy a tervekben mi a lényeg. Ebben a vlog sorozatban minden nap feljegyzetelek ide videóra valamit, és megpróbálom megfejteni magam számára is azt, hogy miért van ennek létjogosultsága, akár az ember életében, vagy akár valaminek a sikerességében, és megpróbálok érthető magyarázatokat adni, olyanokat, amelyekkel reprodukálni lehet valamit. Nagyon régen megfogalmazódott bennem, hogy amit most csinálok, azt másképpen kell csinálni. Nem ígérek magamnak semmit, és nem fogadkozom, hanem egyszerűen elkezdek cselekedni, és fölírtam rengeteg célt, és rengeteg vonalon elindulok, és elkezdek kicsiket csinálni. Éppen csak azt csinálom, ami szükséges, vagy éppen értelmét látom. Tehát kialakul egyfajta folyamat. Én nem vagyok a híve azoknak a rendszerezéseknek, amelyben nincsen rugalmasság. Természetesen megvolt az a életszakaszom, amelyben egyszerűen nem volt kompromisszum, és ha elterveztem valamit, akkor annak meg kellett történnie, és olyan, az nem létezett, hogy ne történjen meg. Most már sokkal inkább hagyom ezeket elmenni, és inkább arra koncentrálok, hogy ami megy, és kivitelezhető, azt arra jobban tudjak figyelni, és az biztosabban megtörténjen. Amiről ma szeretnék beszélni, az egy kicsit kapcsolódik már a teljes vlog sorozathoz, amit most elindítok, amelynek a fő témája az impulzus lesz. Általában az emberek január 1-ével úgy indulnak, hogy valamilyen fogadalmat tesznek. Nem baj ez a fogadalom, csak ne fogadalom legyen, hanem legyen csak egy terv, egy vágy, egy olyan dolog, ami szívből jön, amiért nem fejből rajongsz, hanem valóban szereted, és szeretnéd, hogy megtörténjen. Nem az számít, hogy milyen cél tűzök ki, és a magyarázatot, hogy a cél miért lesz hasznos mások számára, vagy magam számára, hanem az számít szerintem, hogy ezeknek a céloknak mik a szándékai. Az ok az nem szándék. Az ok az, hogy szeretnék elérni valamit, mert hiányzik az életemből ez meg ez. Ez egy ok. A szándék az, hogy ha elértem, mit fogok vele kezdeni. Nagyon sokan, akik elérik a céljukat, ott állnak a céljukkal a kezükben, és egyszerűen nem tudnak mit csinálni vele, és ez egy fölösleges dologgá válhat akár, vagy egy önmagáért való dologgá válik. A szándék az, hogy atmoszférát adsz annak a célnak, amiért éppen küzdesz, vagy amiért éppen el szeretnél érni. Ok lehet például egy fogyókúrához az, hogy,
hogy belenézek a tükörbe, és azt mondom, hogy ez nem tetszik nekem, vagy egyszerűen érzem azt, hogy nehezebben mozgok, nem egészséges az életem. Ez nem elegendő, hogy ilyen okokat veszünk észre, motiváló, de nem elegendő. A szándék az, hogy egészségesebbek legyünk, az azt fogja eredményezni, hogy nem állunk meg a cél és az ok közötti szakaszban, és nem csak erre koncentrálunk, hanem az okok elé vagy köré is nézünk, és a célok mögé és köré is nézünk, tehát egy teljes spektrumba vizsgáljuk azt, ami történik. Ha ezt megtesszük, akkor rögtön világossá válik az, hogy sokkal figyelmesebbek vagyunk a problémára és a megoldásra, tehát nem csak azt nézzük, hogy én akkor fogyókúrázok azért, hogy csinosabb legyek, hanem nem fogyókúrázok, hanem olyan dolgokat teszek, sokféle dolgot, amely egészségessé tesz, és az egészség egyébként meg kellemes, jó közérzettel jár, és a tükörben is jól fog kinézni. Teljesen más eredményt fogunk kapni, és nem csak egy motivációnk lesz a tükör. Arról nem is beszélve, hogy sokkal könnyebben kapcsolódunk a különböző módszerek, vagy a különböző irányzatok felé, sokkal jobban megtalálhatjuk azt, hogy mit kell tenni. Az impulzus egy nagyon egyszerű és nagyon hatékony módszere annak, hogy az ember elérje a céljait, vagy akár a vágyait, és nem motivációról beszélek, motiváció is lehet impulzus alapú, hanem maga az impulzus, amikor kapunk valamit, és ez a valami elindít minket, és ezt nem egyszer kapjuk, hanem sokszor kapjuk. Azt szeretném mondani mindenki számára, hogy ne várja ezeket az impulzusokat, hanem kreáljon impulzusokat, és ne a célt próbálja megvalósítani, hanem olyan impulzusokat valósítson meg, amelyek őt belögdösik a célba. Teljesen másképp kell gondolkozni, teljesen más gondolat, és mindenkit meghívok, invitálok erre a csatornára, hogy kövessék ezt az utat, mert ebből megpróbálom megmutatni azt, hogy hogyan hozzuk ezt létre. Az a helyzet, hogy nagyon késő van, és reggel szerettem volna már beszélni erről az egészről, viszont ez az első nap, ez nagyon kicsúszott a kezemből. Sok mindenre jutottam, viszont a lényeg, hogy az impulzum. Ma nem igazán megy már a gondolkozás, úgyhogy folytatom holnap.